Ölt takarást dózerekkel belenyomják a szakadásba, hogy megakadályozzák a további kiáramlását ennek a folyadéknak, illetve ennek a vörös iszapnak. Ez nem történt meg ez idáig, ezt azzal tudom bizonyítani, hogy folyamatosan mérjük a patak pH-ját, és továbbra is 12-12,5 pH-kat mérnek, ez lúgos kémhatás. A tisztelt nézőknek érteniük kell, hogy ez a kémhatás azt jelenti, hogy mindent mar. Tehát marja az ember bőrét, de a növényzetet minden tönkretesz. Na most ez bejutott a Tarna patakon keresztül a Marca vízfolyásba, és itt 10 köbméter per szekundumos sebességgel áramlik a víz, és vele ez a csóva, ez a szennyező anyag. Hajnali 5-ig kollégákkal megpróbáltuk megszervezni azt, hogy semlegesítő anyagokat hozunk a helyszínre. Le a kalappal a mátrai erőmű és a nitrogénművek előtt, ugyanis biztosították, Mátrából hozzuk teherkamionokkal, Kosik János fuvarozó vállalta, hogy fölhordatja 1000 tonna kálciumszulfátról van szó, gipszről, ami semmi kárt nem okoz a természetben, de ha beleszórjuk a vízbe, akkor talán semlegesíteni tudjuk ezt a lúgos kémhatást olyan 8-asra, 12-ről a pH-t levisszük 8-asra. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha ez a szennyező anyag eljut a Marcalon keresztül a Rábába, ott már térdre, imához semmit nem lehet csinálni, akkora a vízfolyás, és olyan széles a meder, hogy ott nem lehet a semlegesítést megcsinálni. Viszont akkor tovább gyűrűzik ez a szennyezés a Mosoni Dunába, Dunaágba, és onnan a Dunába jut, és ott végez pusztítást. Most hogy néz ki, meg tudják fogni? Jelen pillanatban az a szerencsénk, úgy látom, hogy nagyon lassan terjed a szennyezés. Ebből következik, hogy 3 helyszínt jelöltünk ki, Marcaltő, Malomsok és Móricz hida térségében 3 híd. Az egyik hídon ott áll 100 tonnával 4 acéltartályos kamion, ott van a honvédség, és onnan a hídról egy csövön keresztül eresztjük majd be a csóvába, amikor odaér ezt a semlegesítő anyagot. A magnézium nitrát és a kálcium nitrát, ez folyékony halmazállapotú, ez kell, hogy levigye a pH-t. Viszont a másik két hídra 150-200 tonna gipszet, kálciumszulfátot szállítottunk a mátrai erőműből. Ott viszont tűzoltókocsik vízsugarával és bobketekkel, tehát ilyen erőgépekkel szórjuk majd bele a folyóba ezt az anyagot. Sőt, itt Kolontárnál, abban az irányban, ahol a Tarnapatak található, oda szállítottunk olyan 150-200 köbmétert ebből a kálciumszulfátból, és már megkezdtük a folyóba való, illetve a patakba történő beemelését ennek az anyagnak. És jó hírem van, mert már a kezdetén egy fokkal sikerült a pH-t lejjebb vinni. Tehát van értelme a dolognak. Mellesleg megjegyzem, hogy ami itt történt, világviszonylatban sajnos sehol nem volt. És nincs olyan tapasztalat sem, hogy egy ekkora területen, ilyen vízfolyásoknál hogyan lehet ezt a semlegesítést megcsinálni. Kérem, érzékeljék a tisztelt nézők azt a nehézséget, hogy nem tudjuk összekeverni a kálciumszulfátot a vízzel, nem lehet oda menni. Másrészt pedig az a folyékony anyag, abból mindösszesen csak 400 tonna található a Péti nitrogénműveknél. Államtitkár úr, a cég felelőssége, az ugye gondolom a rendőrség már nyomoz ez ügyben, illetve ugye úgy tudom, hogy már nyomozás indult. Én úgy éreztem a szavaiból, hogy a cég nem túl együttműködő. Szerkesztő úr, a cég felelőssége egyetemleges. Tehát a magyar törvények és minden épeszű ember belátja, hogy ők okozták ezt a katasztrófát, akár akaratlanul is. De fölmerül azért a gyanú, hogy a katasztrófa elhárítási terveik, azok 200-300 ezer köbméterről beszélnek, miközben itt 700-800 ezer köbméterről van szó. Akkor tehát benne, mint kellett volna? Fölmerül a gyanú. És innentől kezdve nyomozást kell folytatni a dologból kifolyólag, ez rendőrségi feladat. Ugyanakkor azt kell jeleznem, hogy döbbenjenek meg a tisztelt nézők, 50 millió köbméter szürke iszap van ezekben a tározóterekben, és 30 millió vörös iszap. A tetejében az átszakadt kazetta mögött lévő 9 kazettának nincs támasza innentől kezdve. Ezért is nagyon fontos az árás, ugyanis nem tudom előre látni, nincs ember, aki előre tudná látni, de fönnáll a veszély, hogy mivel statikailag megbomlott az egész, esetleg a következő tározótér, a következő tározótér beomlik, és elindul sokkal nagyobb mennyiségben ilyen szennyező anyag. És tehát ez pontosan milyen szennyező? Ugye volt szó arra, hogy radioaktív, vörös iszapban a következőket lehet találni. Mindig lúgos kémhatású, tehát 13-as pH, lúgos, maró. 2 nehézfémek vannak benne, oldhatatlan formában ennél a kémhatásnál. De a probléma az, hogy ha a pH lemegy 7 alá, akkor ezek a nehézfémek, amelyek rákkeltőek,
ólom, cink, kadmium, ezek vízoldhatóvá válnak, és bejutnak a vízbázisba, és nem lehet onnan kiszedni. Viszont radioaktív szennyezettsége is van ennek az anyagnak mindig. A radioaktív szennyezettség pedig akkor probléma, amikor ez kiszárad. Tehát egyelőre hála Istennek a bajban a jó, hogy ez egy iszapszerű anyag, de azért mondjuk a lakosságnak, hogy addig kell leverni a vakolatot belül és kívül a házakról, ameddig ez nedves. Ugyanis amikor kiszárad, akkor kiporzás révén légzőszerveken keresztül bejut az emberek tüdejébe, és onnantól kezdve rákot idéz elő ez a radioaktív szennyezettség. Hát, hogy számíthatunk tömegkatasztrófára, vagy lehet itt valami olyan tömeges, olyan katasztrófa, amelyet még nem látott mondjuk Közép-Európa? Ez már egy katasztrófa minden tekintetben. Én a nagybányai cianid szennyezéshez hasonlítanám azzal, hogy szeretném hangsúlyozni önnek is és a tisztelt nézőknek is. Itt cianidról szó nincs, de a hasonlóság abban van, hogy ott is Nagybányán, Romániában egy zagytározó szakadt át, a hasonlóság a nehéz fémben van, itt is és ott is, a különbség pedig abban van, hogy itt radioaktív szennyező anyag is van benne, és abban van a különbség még, hogy ez lúgos kémhatású. Viszont ami nem sikerült Romániába, mi ezt a csodát akarjuk végrehajtani, azaz kisebb vízfolyáson, a Marcalon akarjuk megfogni. Méghozzá vagy úgy, hogy semlegesítjük ezt a szennyezést, ahogy az előbb említettem, kétfajta anyaggal, vagy pedig egy gátat építenénk, keresztgátat, visszaduzzasztanánk a vizet, kicsapna a partokra, de ott közben megépítenénk azt a lokalizációs teret földből, ahova kivezetnénk ezt a folyadék, és ott semlegesítenénk. És itt mi lesz ezzel? Ez meg a másik része a dolognak. Nyilvánvalóan én az azonnali feladatokat mondtam, ezért dolgoztunk egész éjszaka a kollégákkal, rendőrökkel, katonákkal, vízügyes, környezetvédelmi szakemberekkel. Ez viszont, amit itt látunk, ez hónapok. Tehát ez nem egyik napról a másikra is irdatlan költségek. Ugyanis itt is semlegesíteni kell, vagy kálciumszulfáttal, azaz gipszel, ennek a kiszórása maga egy embertelen nagy feladat. Kettő, ecetsavval, mert ez viszi le a pH-ját. De ugyanakkor mindent össze kell gyűjteni, ez nem maradhat itt, de nem csak az utca aszfaltján, hanem a földeken, az árkokban, mindenütt a területen, a mezőgazdasági területeken. Tehát egy földgyalulást kell elvégezni, földcserét kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy itt több százezer tonna veszélyes hulladékról beszélünk, amit össze kell gyűjteni, konténerekbe rakni és visszaszállítani a MAL tározóterére. Ebben milliárdos. A gazdaság is, nem? Hát ennek a költségei milliárdos, 10 milliárdos nagyságrendűek ebben a pillanatban. És Fazekas miniszter úrral egyeztetve Áder János képviselő úrhoz fordultam, hogy kérje meg az Európai Unió megfelelő szerveit és személyiségeit, hogy adjanak támogatást Magyarországnak anyagi tekintetben a károk elhárítására. Lesz ebből katasztrófás útok tervezett már, hogy hivatalosan? Már megtörtént. Belügyminiszter úr bejelentette 3 megyére a rendkívüli, illetve a vészhelyzetet. Bocsánat, ez a szakkifejezés, vészhelyzet. Veszprém megye, Vas megye és Győr-Sopron megye területére. Már az itt élők szempontjából kérdezem, mert ugye ha katasztrófás útot a területünk minősül, akkor az állam másként áll jót a dolgokért. Mindenféleképpen megvan a károkozó. Annak kell minden vagyonával, minden pénzével a kár elhárítást finanszíroznia, a helyreállítás költségeit, kártérítéseket kifizetnie. Ugyanakkor a számomra azt kell mondanom, hogy addig, amíg én államtitkár leszek, az elsődleges feladatom az lesz, hogy egy olyan törvény szülessen, hogy minden cégnek, amely Magyarország területén veszélyes hulladékkal foglalkozik, akár szállítja, akár átlakolja, akármit csinál, kötelező legyen biztosítást kötni. Jelen pillanatban van biztosítékhagyás, de az a trükkök kategóriájába tartozik. Nem biztosítékhagyásról beszélek, hanem a jövőre nézve olyan törvény, amely kötelező biztosítást. És ilyen helyzetekben akkor ez a viszontbiztosítás rendszerén keresztül a biztosítós társaságok pénzét jelenteni. Ez azt jelenti, hogy azok a cégek, amelyek ezt nem tudják megfinanszírozni, mármint a kötelező biztosítást, azok nyilvánvalóan nem fognak kapni engedélyt a tevékenységük folytatására.